Szokás szerint nem panaszkodom. Ez már egy hatalmas nagy dolog. És ha kiemelem azokat a fellépéseket, ami az elmúlt évben voltak, akkor mindenképpen ki kell emelni a londoni koncertet, ami október végén volt. Azt lehet mondani, hogy London egy visszatérő város, hiszen harmadszor vagyunk ott. És az egyik nagyon jelentős fellépésünk volt, amikor a Magyar Magic, a Magyar Kulturális Évnek a keretébe a Queen Elizabeth Hallba adtuk elő a Purim című balettet, együtt a Győri Balettel, meg a Budapest Klezmer Banddel. Két előadásunk volt, és hatalmas nagy sikerrel. Utána meg volt egy külön koncertünk, úgyhogy ez mindig egy hatalmas nagy élmény számunkra, és most a Magyar Követség égisze alatt egy gyönyörű szép koncertünk volt, teltházas, és boldog emberek, angolok, nagyon sok külföldi, persze jelentős magyar közösség és közönség volt, és hát az ember ilyenkor boldog attól, hogy egy ilyen világvárosban a Budapest Klezmer Band ilyen sikerrel szerepel, és számukra ez mindig egy inspiráló érzés, és akkor az ember arra gondol, hogy ezt tovább is érdemes csinálni, ezt a fantasztikus kincset, amit úgy hívják, hogy klezmer zene. Teltház vár minket, és hát ez is, azt szeretném mondani, ez is inspiráló, és mindig az ember arra gondol, hogy tavaly is hatalmas nagy sikerünk volt. Most egy olyan fajta gyakorlat van, hogy mindig egy ismert sztárművészt szoktunk meghívni. Három évvel ezelőtt volt a Tompos Kátya, két évvel ezelőtt volt a Dumai Tamás és a Falusi Marian, és most pedig a kedves
muzsikus barátunk, lehet azt mondani, Szulák Andrea, ez már egy régi vágyam volt, hogy együtt szerepeljünk, és az Andrea, amikor felhívtam telefonon, boldogan rögtön azt mondta, hogy igen, sőt, még azt is mondta, hogy nem is nézem meg a naptárt, remélem, hogy első a szabad lesz, és hát kiderült, hogy szabad. Úgyhogy most alig-alig várom ezt a találkozást, és a közönség remélem, hogy nagyszerűen fogja érezni magát. Mi? By me, who's to be? By me, means to be shaken of the love. By me, means to be. By me, who's to be? By me, means to die and forget. A veszteség, ez egy borzasztó dolog volt számomra, hiszen nem csak szerzőtársam volt, hanem nagyon jó barátom, és egyszerűen még most is egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a Tibor nincs. És mondjuk az operacionális tekintetben egy fantasztikus gesztust tett, és Kerényi Miklós Gábor rendezésében megtörtént, úgymond az emlékműsor. És részleteket játszottunk a Mennyasszony tánc című musicalből, és megmondom őszintén, hogy 8 évvel ezelőtt volt a bemutató, hiszen hihetetlen, hogy most már 8 éve játsszuk ezt a darabot. Ez is telt házas persze, és azt mondom, hogy márciusban lesz a 200. előadás, és ez egy nagyon ünnepi, mondjuk esemény lesz, és mondjuk arra nagyon készülünk, még nem tudom, hogy mit talál ki a direktor úr, mert mindig valami jót szokott kitalálni, és hát erre készülünk, és hát mondjuk ennek a darabnak a létrehozása, ez tényleg egy
egy számomra, mint mondjuk zeneszerzőnek egy fantasztikus áttörés volt, hiszen az első klezmer musical megszületett, ami tudomásom szerint nincs nagyon világon. És hát eleve az, hogy azóta is hatalmas nagy sikernek örvend ez a darab, és ez számomra is a zenekar számára, hiszen a zenekar szolgálja idézőjelben a zenét, hiszen nem egy nagy zenekar van, hanem a, mondjuk a Budapest Klezmer Band, és ez is szokás szerint engem inspirál, és nincs kizáró, hogy esetleg jövőre, ha találkozunk, akkor be tudok számolni egy új darabnak a megszületéséről. Egyelőre ez még kvázi titok, de remélem, hogy egy év múlva sokkal többet fog tudni erről mondani. Visszatérés időzőjelben a kellemes múltba, hiszen a hegedűs a háztetőn megint fogjuk bemutatni, most nem Budapesten, a Veszprémbe, és megint ott fogunk a darabba sírni, nevetni, és teljesen beépülve az egész légkörbe, ami mondjuk Anatevkába történt, és már most meg tudom mondani, hogy hatalmas nagy érdeklődés van, és akik el fognak jönni február 22-én, amikor lesz a bemutató, akkor nem fognak csalódni. Школа Сарамона Скляна, школа там, где в бане банка.